nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Service 4+ programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Start ezen a belső futam a Gunnel Diadém Handicap egyes indultatásán, Szikraszét galoppozni kezd már a start után, és Lalula Comtesz is ugyanúgy megteszi, ők ketten egészen biztosan kiesnek a küzdelemből. A többiek azért helyek közel jó 20 méteren belül együtt helyezkednek, és Padova kezd nagyon-nagyon jó, Nagy Ferenc kettővel ő megy el vezetni, Reindirja és Maja Gól kettő se látszik mögötte a második-harmadik pozícióban, aztán ott Nebraska és Primus vezetésével jönnek az üldözők. Rafael Esem sem kezdett rosszul, Lucky Boy is viszonylag közel tartja magát, aztán Kérkedő Mountain Bombi olajfás a lovak további sorrendje, és ezzel le is zárult a még versenyben lévő lovak sorra. Padova Nagy Ferenccel elsőként fordul az első egyenese, tehát jó 1300 méter még hátra van a futamból. Mögött a Reindirja a második pozícióban, jön feljebb Primus, ott van már Maja Gól mellett, ők ketten ott a harmadik, negyedik pozíción osztoznak, a szürke Nebraska az ötödik mellette, jön a Rafael, Esen, majd Lucky Boy és Kérkedő, a folytatásban a sor végén Mountain Bambi és Olajfás változatlanul, két lovat pedig diszkvalifikáltak. Kevesebb, mint egy kör van még hátra Gunnel Diadém Handicapből, nincs változás, ami a frontot illeti. Padova starttól kezdve meglehetősen jó tempót diktálva vezet, jó két hossz az előnye az üldözőkkel szemben. A Reindirja továbbra is ott van a második pozícióban, Primus most feljött tisztán egyedül a harmadik helyre, Nebraska folyamatosan csúszik vissza Maja Góllal, és teljesen ugyanez a helyzet. Jön feljebb Rafael Esem, zárkózóban most már azért az esélyesebbnek tűnő lovak Mountain Bambi, és megkezdi talán a háttérből a csatlakozási kísérletet Kérkedővel együtt. Az utolsó 800-on belül Reindirja közelít most már Padovához, kettőjük között 3 hosszra szűkült a különbség, nagyon-nagyon jól mozog Rafael Esen bent a falon, ott van Primusszal együtt közvetlen a vezető kettős mögött, mögöttük most már aztán Mountain Bambi is egyre közelebb a vezető lovakhoz. Kezd szétesni a társág, Maja Gól visszaesik és szétesik a mozgása, a frontban azonban egyre tömörebben együtt a csapat. Az utolsó 500 méteren belül Padova mellett ott van most már Reindirja, jön Primus, jön Rafael Esen, ott van nagyon közel Mountain Bambi is, egészen kívül Lucky Boyt hozza ifjabb Döme Imre, Lucky Boy harmadik, sőt inkább a negyedik pozícióban óriási rösszel megérkezik a vezető lovak árnyékába. Padova mellett 3-4-en óriási momentummal fordulnak az egyenesre. Jön Reindirja, Primus egyelőre fogva, ott van mellettük a játékosok kedvence, Primus rettenetesen erősnek tűnik, 150-nel a végöt, Primus most már vezet, Rafael Esen bontakozik ki, talán majd középen, ő lett majd esetleg a második, vagy a harmadik, hiszen Reindirja védekezik, Primusra nem lehetnek talán veszélyesek, Primus nyeri a nap első futamát, Primus mögött Reindirja a második, Rafael Esen a harmadik. Start első nekifutása elindul a Bluff díj ez a nap, második hazai futam. A Solti Csabi kezd gyengében az alaptávról fordulók közül, Babuva benne viszont külső starthelynek is köszönhetően nagyon hamar talpon van, és az élen, de Deja Vu MS szintén jól kezd, és elképzelhető, hogy meg fogja előzni az első kanyarhoz közeledve. Harmadik pozícióban Rise and Shine színét ünnek föl, Spar Lady volt eddig a negyedik, de mint mostanában szinte mindig ezúttal is galoppozik és kiesik a versenyből. Solti Csabit pedig lassacskán utoléri Donata DZ és Perry Joe kettőse. Az élenügető dió jó tempó diktál, és most már Deja Vu MS látszik a frontban, mögött azonban ott van egy hosszra Babuva Bene Hajnal Tiborral, nagyjából 8-10 méterre követi őket a Rise and Shine, aztán Solti Csabi, Donata DZ és Perry Joe a lovak további sorrendje, első és utolsó között azért egy jó 30-35 méter a távolság. 1300 méter van még hátra a Bluff díjból, vezet a favorit Deja Vu MS Mityaslavica, mögötte most már másfél össze következik Babuva Bene, 10 méterre Rise and Shine, jön hetessel Perry Joe,
Frank Lovrencsicsel, ott van most már közvetlenül Rise and Shine mellett Solti Csabi, egyel az ötödik pozícióban, a sor végén pedig Donata Dézé, amikor a második kanyarhoz közelít a csapat. Nincs változás a frontban, Deja Vu MS diktálja a tempót Babuva Benével a nyomában. Talán egy picit közelebb férkőztek most már hozzájuk a többiek, Rise and Shine még mindig a harmadik, Perry Gior negyedik, Solti Csabi az ötödik, Donata Dézé pedig a hatodik, viszont most már jó 15-20 méteresre csökkent Deja Vu MS és Donata Dézé között a különbség. A túlsó oldalra fordult most már a mezőny, 800 méter van még hátra a futamból, és Deja Vu MS egyelőre még mindig nagyon magabiztos, hogy utolsó versét nem tudta hiba nélkül befejezni. Babuva benne van mögötte a második pozícióban, ebből a szempontból sincs tehát változás, mint ahogy még mindig Rise and Shine a harmadik, Perry Joe pedig a negyedik. Donata Dézé indul el a háttérből, és ami meglepetés, Solti Csabi ezt egyelőre nem tudja megtenni, visszacsúszik az utolsó helyre, és néhány hosszal kezd is lelemaradozni az üldözőbolyjal, illetve többiekkel szemben tulajdonképpen. Deja Vu MS mögött még Babuva benne jelentett rá talán veszély. Donata Dézé is próbál most már zárkózni, bent a falon talál majd utat Rise and Shine mellett, aki visszaesik az ötödik pozícióba. Hát két ló külön versenyt fut tulajdonképpen végig, de hát, hogy nem lesz ebből küzdelem, mert Deja Vu MS az utolsó 200-ra fordulva tovább tudja növelni az előnyét, legalább most már öt hosszal jár Babuva benne előtt. Küzdelem itt csak a harmadik díjén alakul ki, Rise and Shine a végén ismét elindul, és meg fogja szerezni talán majd a bronzérmet. Deja Vu MS végigvezetve magabiztosan nyeri a futamot, mögötte Babuva benne a második, Rise and Shine a harmadik, negyedik Perry Joe, ötödik Donata Dézé. És megint nagyon rászaladnak a többiekre. Hát messze van a tökéletestől. Hát hosszú húzómód után elindul a nap harmadik futama, azért a tökéletestől igencsak messze volt az a start. Ördöglány majdhogy nem most tud csak egyenesbe fordulni, Panuszkon pedig hibával kezd, ugye a két ideges természetű égető gyakorlatilag esély nélkül folytatja, ha egyáltalán folytatni tudja. Jól kezdett Pákó Jenki, és diktálja a tempót. Panuszkomot menet közben diszkvalifikálták, hogyha jól hallottam. Ott van mögötte a másik pozícióban Penelope Jett, és Onesis Gultargia még tulajdonképpen az élmezőnek. Az élőfordulók közül Onze Mayo sem kezdett igazán jól, úgyhogy egyelőre hát nem a favoritokról szól a futam, miközben úgy látom, hogy Ördöglány is nagyon-nagyon messze jár a többiektől, galoppozik Rosy Labuche, ő pedig egészen biztosan ilyentől kezdve ki fog esni a versenyből. Pákó Jenki mindenesetre jó tempó diktál, hát kezd igencsak szanaszét hullani a Tanonc Handicap mezőnye. Pákó Jenki, mögötte Penelope Jett a második, Onesis Gultargia pedig a harmadik helyen. Kérdés, hogy E3-ashoz bárki közel tud-e majd zárkozni, jó 25 méterre tőlük, Ons de Mayo Messi negyedik, aztán jön Omar Sharif, és ugye már versenyen kívül Panduszkom, úgyhogy hiába próbálnának vele zárkozni. Ördöglány még versenyben, de hát legalább most a 80, de talán 100 méterre a vezető lovaktól. Pákó Jenki, Vagi Bélával, tovább is jó tempót megy az élem. Penelope Jett mögötte még mindig a második, harmadik pozícióban Onesis Gultargia, úgy tűnik, hogy egy helyezése bőven jó lehet ebben a társaságban. Ons de Mayo nem nagyon tudja faragni hátrányát, jó 25 méterre le van szakadva tőlük, és Omar Sharifnak van még némi reménye arra, hogy itt pénzért fusson, vagy akár felkapaszkodjon a dobogóra. Túlsó oldalon 800-zal a cél előtt próbál Penelope Jett támadni, Pákó Jenki egyelőre még vezet. Pákó Jenki, Penelope Jett faragja a hátrányát, megtámadja a vezető lovakat 3-4-5 hosszra tőlük, mindig Onesis Gultargia a harmadik helyen, nem tud elindulni továbbra sem Ons de Mayo, illetve Omar Sharif az utolsó 600 méteren belül. Jön Penelope Jett, és Penelope Jett elmegy most már Pákó Jenki mellett, folyamatosan próbál kicsikarni magának némi előnyt a kanyarban, ez egy kicsit ugye nehezebb lesz, ennek ennél most már fél hosszal előrébb látszik, Onesis Gultargia még mindig egészen közel, és azért lassan-lassan a háttérből talán nem is Ons de Mayo, hanem inkább Omar Sharif, aki megpróbál zárkózni, és azért az utolsó 3-400 méteren bőven jó lehet például majd egy helyezéssel. Befutóra fordulva egészen fáradtnak tűnik a mező. Még mindig ott a falon Pákó Jenki próbálja szívósan védeni pozíciát, mellette Penelope Jett, Pákó Jenki, Penelope Jett előrébb látszik, Onesis Gultargia bent a falon, Omar Sharifal indulnak el, Ons de Mayo kívül zárkózik, teljesen összerázódik a társaság, Ons de Mayo jön kívülről, az utolsó 50 méteren Ons de Mayo meg fogja nyerni ezt a versenyt, lesétálja a többieket a befutóban, Ons de Mayo óriási finisszel győz, mögötte Penelope Jett lesz a második, harmadik talán Pákó Jenki, nagyon-nagyon szoros fogott negyedik, Omar Sharif lesz majd.
start, ezen a negyedik futamon nyeretlenek versenye, Tücsök hibázgatott a start környékén, gyakorlatilag reménytelen helyzetbe hozza magát, a többieknek azért helyek közel egészen jól sikült a start, kivéve talán Talizmánt, ő van kiszakadva, Ronaldo a falon, aki nagyon gyors, és Szág úgy kezdett még remekül, nevéhez méltó módon egyelőre legalábbis felmegy Ronaldo mellé, harmadik pozícióban Riviera Dream, mellette pedig Szökevény színét ünnek föl, majd Tündér Szépe és Rock and Roll vezetésével jönnek a többiek. A favorit első versenyében Tarita Taripia AT a középmezőn tagja, ott a 6., 7., 8. hely környékén, nem kezdett azért összességében nagyon rosszul, de van még itt faragni a hátrányából. Szág úgy menet közben már az élen 3-4 hosszasan növelte az előnyét a Ronaldóval szemben. Szágúgy, Ronaldo, Szökevény, Riviera Dream, Tündér Szépe, Rock and Roll, a zárkózó favorit Tarita Taripia AT, majd Tárkány, Tubi, Continued, Trugon, illetve a nagyon-nagyon messziről zárkózó Tücsök, egyelőre nem látom a kírón, hogy diszkvalifikálták volna, már pedig ebben az esetben akár még a frontba is felzárkózhat Tücsök, ott van most már a legalábbis a mezőny végén. A sor elején viszont továbbra is Szág új Turbut Sándorra mögött. A Ronaldo a második pozícióban 2-2 között a különbség távolság. Jön Riviera Dream és Szökevény a harmadik, negyedik helyen, majd Rock and Roll, illetve Tündér Szépe kezdett megnyúlni a társaság. A favorit Hajnal Tiborral még mindig csak ott a 7. hely környékén, most megy fel mellé a start környékén hibázó Tücsök, és Tücsök lendülete egyelőre nagyobb, mint késő, vajon úgy megy át az egész társaságon Tücsök, ott van most már Rock and Roll mellett. Szágúgy előnye olvadóban, illetve hát a háttérből jönnek egyre jobban rájuk a többiek, ez még egy egészen izgalmas finishnek tűnik, amikor az utolsó 500 méteren belül a társaság Tücsök megint hibázik, Tücsök rettetesen biztató pozícióban ismét elugorja magát, és ezzel azt gondolom, hogy végérvényesen kiesett a küzdelemből. Szágúgy két osztos előnye fordulhat majd az egyenesre, mögötte ott van még mindig Ronaldo, Tündér Szépe is jól tartja magát, Rock and Roll, Szökevény, illetve bent a falon Riviera Dream. Ami meglepetés, Tarita Taripia AT nem nagyon tud jönni a befutóra fordulva, mindig csak ott a 8. hely környékén, miközben Tündér Szépe is galoppozik a sor elején. Jön Ronaldo, és jön a Riviera Dream, Szágúgy mellé, ők hárman csatáznak majd a győzelemért. 100 méter van hátra, Ronaldo az élen, Riviera Dream és Szágúgy próbál neki támadni. Ronaldo vagy Riviera Dream, jön Riviera Dream, de Ronaldo hazaér. Ronaldo a nyerő, Riviera Dream a második. Start az a napi főfutam, az ügyvivődi, ugye a Palkó lejelentésével csak 5-en maradtak a startnál, és a gyorskezdő offroad ezúttal teljesen egyértelműen magára vállalja a vezetést, Nixon pedig beül mögé a második helyre. Aztán jön kívülről Overnight, Orinoco pedig egyelőre a negyedik pozícióban látszik, Ördög hegedű se zárja, egyáltalán nem kiszakadva a sort. A mini mezőny az első egyenesre fordul, továbbá is offroad az, aki diktálja a tempót, 4-en ott libasorban, és egyedülként a szélsőbb esélynek tűnő Overnight az, aki felvállalja a második spurt, a második pozíciót, és felmegy a vezető offroad mellé. Offroad és Overnight két osszal mögöttük jön bent a falon Nixon, további másfél-kettővel Orinoco egyelőre a negyedik helyen, 5. pozícióban pedig Ördög hegedű se zárja, nem kiszakadva a sort. 1200 méter van még hátra az ügyvivő díjból, az élen továbbá is egészen jó tempót diktál offroad, és muszáj mennie, mert Overnight folyamatosan támadja. Offroad, Overnight, Nixon 3-as, ami mindig a dobogós pozíciókban, Orinoco a negyedik, Ördög hegedűseként pedig, pedig 5-ként fordul az utolsó 1000 méterre. Orinoco egyelőre nem nagyon tud még közelebb zárkozni, úgyhogy vezető 3-asnak van egy jó 2-3 hosszas előnye a mini üldözőkkel szemben, és offroad még mindig magabiztosnak tűnik a frontban, annak ellenére, hogy Overnight folyamatosan támadja. Offroad, Overnight, Nixon mögöttük támadása készen egyelőre, most talán el tud egy picit indulni Orinoco is, illetve Ördög hegedűse is, de tovább is csak a negyedik, ötödik helyen ők ketten. Jön az utolsó 700 méter, túl sok változás nem hozott a verseny középső szakaza. Offroad még mindig vezet Overnight társaságában. Offroad, Overnight, Nixon, Orinoco, Ördög hegedűse, ez a sorrend, amikor már az utolsó 500 méterre fordul a mezőny, ugye 4-7 éves, egy 8 éves ügető a mezőny, mert Overnight úgy tűnik, hogy lassan-lassan kezd fáradni, úgyhogy offroad egyedül marad a frontban, mögötte Nixonnal egyelőre még nem indított lakatosabb, a sor végéről viszont Ördög hegedűsét elindítja Nagy Ferenc 2, és harmadik spurban megérkezik most már oda talán a vezető lovak mögé, bent a front Orinoco is próbál elindulni. Offroad előnye jó, másfél osz az egyenesre fordulva, 200 méter van még hátra, offroad Orinoco, Nixon, jön Ördög hegedűs, a Nagy Ferenc 2, fél órán belül nyer még egy versenyt, mert Ördög hegedűse 100-nál már elő van, és Ördög hegedűse nyeri az ügyvívő díjat a napi főfutamot. Ördög hegedűse a nyerő, Nixon végül feljön másodiknak, és a falon offroad lehet a harmadikot a cél környékén, összeakadt a Orinocóval.
start ezen a 6. futama, 2015-ös Amatőrkupa Handicap 7. idei állomása, és nagyon gyorsan kezd, szokása szerint Open Nina, és Open Nina vállalja magára a vezetést. Kandidátus jött el egy kicsit gyengében, szokása szerint a starttól ő zárja egyelőre a sort, és hát Open Nina pedig egészen jó tempót diktálva a robog ott a frontban. Number One kezdett még meglehetősen erősen, ott van most már a vezetőró mögött a második pozícióban, aztán képzőnyész vezetésével jönnek a többiek. Nagyon-nagyon jónak tűnik a tempó, talán még az átlagosnál is sokkal jobb ennek a mezőnek, és Open Nina megállíthatatlan egyelőre. 1300 méter van még hátra, Number One hát már amennyire tudja vele tartani a lépést, aztán egy masszívan együtt versenyző, üldöző boly, képzőművész, illetve kincses vezetésével egészen kívül harmadik kurban Kitty Magic próbál hozzájuk feljebb zárkózni, bent a foron ott van Montgomery, illetve Oscar Wilde, olajbáró is harmadik spurba szorul ki, mögöttük Sensation, hárman vannak egy picit messzebb, Nobiról, kandidátusról és Jackson Juniorról van szó. Open Nina már a kanyarban, a többiek csak most érkeznek, még mindig Number van mögötte a második, lassan-lassan, talán zárkózóban most már a többiek is, ott kívül kincses jön fel a harmadik helyre képzőművészt előzve, mármint képzőművész mögött ott van egy kicsit beszorulva, most már Montgomery, kívül Kitty Magic, és a két favorit is talán el tud lassacskán indulni. Olajbáró pálya közepén, most kezdi meg igazán a zárkózást, és kezd távolodni majd ott az üldözőktől, és talán ő lesz az első, aki meg fogja támadni a vezető Openet, és Sensation is elindul. Jön tehát a két favorit, az utolsó 600 méterre érve, mint késő vajon átrobognak a mezőnyön, Olajbáró is, és Sensation is megkerülte most már az egész társaságot, és csak Openina van előttük, illetve volt előttük, mert a kanyarra már Olajbáró fordul első. Olajbáró, a fáradó Open Nina és Sensation ez a lovak sorrendje. Képzőn ez tovább is a negyedik pozícióban, jó néhányan kezdenek fáradni, a két favorit viszont nem fárad. Olajbáró vezet, mögötte most már Sensation ott van a második pozícióban, ők ketten csatázhatnak majd a győzelemért, és kérdés, hogy Open Ninát valaki le tudja taszítani a dobogóról. Képzőművész, illetve Montgomery vannak viszonylag közel. Olajbáró egy jó 3-4-5 hosszas előnnyel fordul az utolsó 200 méterre. Olajbáró Barok Bernadetten nagyon-nagyon magabiztos, Sensation próbál hozzá közelíteni, de ez csak próba marad, mert Olajbáró rettenetesen erős, és Olajbáró csak úgy, mint legutóbb, ezúttal is egy magabiztos győzelmet tart. Olajbáró az első, Sensation mögött óriási csata a harmadik helyért, Montgomery az, aki az utolsó métereken érkezik, és ő lesz majd a bronzérmes. Negyedik Open Nina, ötödik kandidátus. Start ez a nap 7. futama, a Grál lovagdíj, gyors a kezdő tempo, és úgy látom talán Macetta az, aki elkezd galopozni a start pillanatában. Macetta kiesik a versenyből, a többiekkel nem volt probléma, és úgy tűnik talán Henry Gibson AT lesz az, aki elmegy majd vezetni. Repeta is szenzációsan jól kapott egyéb iránt lábra, annak elég nagyon gyors a kezdő tempo. Sóhajkát látom ott a frontban, és Sóvirág is hiba nélkül kezdve ott van a negyedik pozícióban. Aztán jön Timoteo mögött pedig a másik favorit Serial Killer MP. Renoir leg is relatíve jól tartja magát, csak Macetta van versenyen kívül, sebes az, aki zárja a sort. Az első egyenese fordulva Henry Gibson AT vezet, egy hossza mögött azonban feltűnnek most már Sóhajka színé. Sóhajka mögött bent a falon Repeta, kívül pedig a zárkózó Timoteo a harmadik, negyedik helyen, kettes fogatokká rendeződik most már az egész társaság, a harmadik, kettes fogatagja belül Sóvirág, mellette pedig Serial Killer MP színei látszanak, aztán jön Svédbarát és Renoir leg, Szilvás mögött pedig sebes változatlanul az utolsó, a tizedik helyen. 1000 méter van még hátra a Grál lovagdíjból, még mindig Henry Gibson AT jár az élen mellette, azonban ott van nagyon közel most már Sóhajka. Harmadik pozícióban kívülről fokozatosan zárkózva Timoteo jelenik meg a vezető kettős mögött. A Repeta még jól tartja magát, de mire kimondom, talán elmennek mellette lassan-lassan a többiek. Serial Killer MP egy picit fennakadhat adott esetben Repetán a zárkózó Sóvirág, Svéd Barát tagja még a frontnak, a többiek innen nem nagyon fognak felzárkózni. Szilvás próbálkozik, Renoir leg megy visszafelé, és teljesen kiszakadni látszik. Az utolsó 100 méteren, most már belül, még mindig a falon, Henry Gibson AT jár az élen mellette, ott van azonban nagyon jó pozícióban Sóhajka, Timoteo zárkózás reményében, Timoteo hátán jön Serial Killer, NEP, Sóvirág, illetve Svéd Barát szólatnak majd még bele a küzdelembe. Hatló csatájára lett át számítani az utolsó 500 méteren. Még mindig vezet Hajnal Tiborral, Henry Gibson AT előnye jó félos Sóhajkával szemben. Jön Timoteo, jön a falon Serial Killer MP, Svéd Barát elugorja magát, Sóhajkát pedig elképzelhető diszkvalifikálták, mert feltart vele a hajtója. Úgyhogy igazából most már csak négyen maradtak a frontban. Henry Gibson AT, a két favorit azonban elmegy mellette. Jön Serial Killer MP, és jön Timoteo, Sóvirág van még közel, amikor 100 méter van hátra a futamból. Serial Killer, illetve középen Timoteo, aki gyorsabb Veljko Mažičtól. Timoteo nyerheti talán a futamot, Serial Killer próbál ki visszatámadni, de nem
nem tudja megverni. Timoteo a futamgyőztese, Timoteo Serial Killer MP, Sóvirág lesz majd a harmadik, negyedik Harry Gibson, AT, ötödik pedig Szilvás. Start ezen a nap utolsó hazai versenye, a Faustus Handicap, alapvetően jó sikerült mindenkinek az indítás. Jó kezdett Imperial, de Rózsakert még erősebb nála, és az első kanyarra már Rózsakert hozza a mezőn. Nagyon-nagyon jónak tűnik a tempó, úgyhogy meglehetősen hamar ribasorba rendeződik a társaság. Imperial mögött jó 3-4 hosszal kazein színei tűnnek föl. A favorit Kiskarcsi egyelőre a negyedik pozícióban, aztán jön Noble Rose, illetve Jódis elkezd galoppozni az első egyenesre fordulva, úgyhogy alig, hanem Jódis ezzel kiesik a küzdelemből. Pozsony az, aki zárja a sort. 1300 méter van még hátra, ez tehát a Faustus Handicap, Rózsakert továbbra is az élen üget. Rózsakert, Imperial, Kazein, aztán jön Kiskarcsi, Noble Rose, kívülről pedig Suttogóval indul el Vicenpál. Egy picit talán alaphagyott a tempó, úgyhogy Suttogó ennek következtében nagyon-nagyon hamar fel fog zárkózni oda a vezetőlovak mögé, és ugyanezt próbálja megtenni Pozsony, de Kiskarcsival is kijön most már a falról Pap István. Rózsakert azonban őrzi vezető pozíciát, amikor a második kanyar ér a mezőny. Rózsakert mögött egy kettes fogat, Imperial és Suttogó, majd jön Kazein és Kiskarcsi, a sor végén Noboróz és Pozsony, első és utolsó között jó 10-15 méter lett maximum a távolság, Jódis pedig versenyen kívül zárja kicsit kiszakadva a sort. A túlsó oldalra fordulván nincs változás a frontban, Rózsakert előnye, hát maximum félhosszas lehet Suttogóval szemben. Rózsakert, Suttogó, Imperial, Kazein, Kiskarcsi, Pozsony és Noboros sorrendben jönnek az ügetők, a túlsó oldal közepére érve sincs változás ebben a tekintetben. Rózsakert Juhász Balázssal az élen van, és szabályozza egyelőre a verseny tempóját. Rózsakert mellett a szélső esélyt képviselő Suttogó nagyon-nagyon jó versenyt futva, ott van a második helyen, bent a falon Imperial, a favorit Kiskarcsi változatlanul, csak a negyedik mellette belülről látszik Kazein, Pozsony sincs egyelőre kiszakad, és talán Noble Rose is majd meg tud még indulni az utolsó 400-on. A befutóra vélhetően Rózsakert vezetésével érkezik majd a mezőny. Rózsakert mellett továbbra is Suttogó tartja magát, a második hely mögöttük Imperial, némiképp talán Zsák utcában Kazein próbálkoznak ott kívül Kiskarcsival, illetve Pozsonnyal, és Noble Rose-zal is ugyanez a helyzet. Izgalmas befutóra van kilátás, 250-nel a célod. Rózsakert még mindig vezet, középen elindul Kiskarcsi, a favorit bent a falon Imperialnak talán most már nincsen helye. Rózsakert vagy középen Kiskarcsi, kívül Pozsony felállhat a dobogóra. 100 méter van hátra, Rózsakert szívósan védekezik, most talál utat Imperial, de Kiskarcsi már elő van, Kiskarcsi nyeri a futamot, Kiskarcsi, Imperial, Rózsakert, negyedik Pozsony,